Hogyha érdekel, hogy hogyan lehet blogolásból megélni, akár pénzt keresni, akár passzív jövedelmet, akár egy kis mellékest, akár tényleg teljes mértékben megélni, hogyha szeretnél megtanulni blogolni, és erről még akár egy papírt is szeretnél, egy hivatalos tanúsítványt, hogy te ezt megtanultad, te egy ilyen képzést elvégeztél, szeretnél azzal foglalkozni, ami a hobbit, hiszen a blogolás igazából erről szól, hogy az embernek van egy hobbija, van valamit, amit szeret, imádja, és azzal foglalkozhat, abból élhet, vagy abból kereshet plusz pénzt, hogy erről ír, meg ezzel foglalkozik, hát szerintem ennél kevés zseniálisabb dolog van. Akkor van egy jó hírem számodra, üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a Honlapra Fel csatorna. Mostantól már a felnőtt képzés keretében, majd mindjárt elmondom, hogy ez mit jelent, is elérhető a nagy sikerű blogger képzésünk. Nézzük röviden, hogy ez mit jelent, vagy hogyha igazán röviden szeretnénk, akkor be fogjuk linkelni majd valahol lent a hozzászólásoknál, vagy a rész leírásnál is, meg itt, hogyha a képernyőn is elérheted, ott minden részletet megtalálsz. Ugye a felnőtt képzés keretében nyújtjuk ezt, ez mit jelent? 2020 vége felé, vagy 2020-ban megváltoztak a felnőtt képzés szabályai. Korábban ugye volt az OKJ, ez megszűnt, és úgynevezett felnőtt képzők lehetnek bizonyos cégek, mi is ilyen felnőtt képző lettünk, és ami itt a lényeg, vagy ami ebben a lényeg, hogy akár ez a képzésünk és ez a blogger képzésünk is, ez az állam felé lejelentett képzés, és egy hivatalos tanúsítványt lehet róla kapni, hogyha ezt valaki elvégzi, ez is le van írva, majd be fogjuk linkelni. Tehát, ahogy mondtam, akár papírt is szerezhetsz arról, hogy te ezt a blogger képzést elvégezted. Ugye miről szól maga a blogger képzés, ezt is csak röviden, mert mindenképpen javaslom, hogy nézd meg a részleteket. Egyrészt megtanítalak blogolni, ez is fontos, de nem annyira ezt szeretném kihegyezni, mert mindjárt meg fogod érteni, bármennyire furcsának tűnik elsőre, azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb értéke. Ez is egy nagyon nagy értéke, és nagyon-nagyon sok mindent meg fogsz tanulni, de én annak a híve vagyok, hogy úgy önmagában a semmiért csinálni valamit, annak nem sok értelme van. Ráadásul itt a videót is úgy kezdtem, hogy ebből akár meg lehet élni, akár lehet egy kis, nem is biztos, hogy annyira kicsi mellékes jövedelmet szerezni. Tehát itt azért egy kulcskérdés az is, hogy oké, írogat az ember az internetre, de mondjuk hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy ezt sokan szeressék, sokan elolvassák, sok embernek az életére hatással tudj lenni, és adott esetben ugye részben azért emiatt ebből bevételt is tudj csinálni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanítalak ebben a képzésben. Igazából ezekre, és hát ez így csak néhány szó vagy néhány mondat itt elmondva, ezért mondtam, hogy nézd meg a részleteket. Megtanítalak arra azon túl, hogy hogyan kell blogolni, hogy hogyan kell úgy blogolni, hogy az tényleg sok ember neki jó legyen, sok embernek érdekes legyen, sok ember olvassa. Nyilván lehet valakinek az is a küldetése, hogy ő ír egy blogot és az öt barátja elolvassa, rendben van, ezért emiatt nem kell elvégezned egy képzést, ez mindenkinek szíve joga. Viszont azt gondolom, hogy aki igazán blogolni szeretne, küldetésnek érzi ezt, szeretne másokat is megismertetni a hobbiával, azzal, ami érdekli, nagy isten pénzt szeretne belőle keresni, ott fontos, hogy sok embert el tudjon érni, márpedig ennek online megvannak a maga technikái, megvan a blogolásnak a technikája, tehát hogyan kell a blogokat írni, megvan annak a technikája, hogy milyen forrásból lehet látogatókat szerezni, és ehhez miket kell tenni, mivel ez egy nagyon-nagyon részletes képzés, ezért erről mindről van szó benne. Arról is van szó benne, tehát arra is megtanítalak, hogy hogyan tudsz pénzt keresni, tehát mik azok a módozatok, módszerek, amikkel különböző lehetőségek vannak. Vannak például ilyen passzív lehetőségek is, ami alatt azt értem, hogy igazából független attól, hogy éppen az adott hónapban dolgozol-e, bocsánat, az autónk csipok itt mindenért, modern technika, független attól, hogy az adott hónapban éppen dolgozol-e a bevételed, magyarul egy bloggal, bloggerként ténylegesen akár az is elérhető az a szituáció, én vagyok az élő példája ennek, hogyha nem dolgozol, nem foglalkozol vele, egy darab cikket ki nem teszel abban a hónapban, egy annyi betűt le nem írsz, akkor is jöhet egészen szép bevételed. Erről mindről van szó a képzésben, ezt mind megtanítom neked, ez egy online végezhető képzés, teljesen otthonról tudod csinálni, akárhányszor újra végezheted, vagy akárhányszor újra nézheted az anyagokat, és mivel a felnőtt képzés keretében nyújtjuk, ahogy
említettem erről egy hivatalos tanúsítványt is tudsz kapni, csak el tudom mondani, amit szeretnék, hogy ezt a képzést elvégezteted, egy papírod is, egy hivatalos papírod is lesz róla, hogy érdekel ez a képzés, akkor nagyon köszönöm, hogy eddig is meghallgattál, nézd meg a részleteket, be fogjuk tenni a linket, találkozunk a képzésen, van rá 30 napos pénzvisszafizetési garancia, tehát semmi veszteni valód nincsen, és örülök, hogy megtaníthatlak blogolni. Köszönöm, hogy itt voltál.